Sziasztok! Na nem is néztem, hogy nem kezdtem el egy kicsit előbb a dolgot, de nem, teljesen időben vagyok. Szóval a lényeg, hogy marha jó idő van kint. Javasztom, és a kertben természetesen jó kis kerti budimon dolgoztam. És ma, ma reggel is azt hiszem, vagy ma délben is jól sikerettek ezek a kis bírósági őrületek, meg a irodalmi dagonyázás, ahogy fogalmazott valaki a kommenteken, néha nagyon-nagyon jól mulatok és szórakozom. Vagy hát ugye, ugye a felejthetetlen beszólás, hogy én azt nem tudom, hogy ki a lakás, de rajtam van az élvezet, mondja a tanú, úgyhogy a ta, tanúvédelmi program. Néha maguktól is meg kéne védeni a tanúkat. <kül> és megint a Minden mindennapra egy sztoriból olvasgatok nektek, mert hogy azt szeretem ebben a könyvben, hogy sok színűre sikeredett, mindig egy kicsit más patron, mindig egy kicsit más működési mechanizmus a rövid prózáknak, és hát lehetett benne tombolni, meg tobszódni, meg persze hát azért 3-400 napon keresztül kitartani a kihívást, abban volt egyfajta sportos történet is. Valaki éppen az egyik ismerősöm írta a Facebookon, hogyha ő ma futás közben ö, lenyelt egy középkicsi bogarat, akkor vajon benne van-e a klubban. <kül> és tényleg, hogy minden, minden ö, klubnak, vagy minden hobbinak, vagy minden szakmának megvannak a maga hogy mondjam, kockázatai és mellékhatásai. Én erre nem is gondoltam például a motorozással kapcsolatban, míg nem egyszer bementem egy benzinkúti WC-be, és azt láttam, hogy a motoros srác így beöltözve a nagy ezért miskulanciájába, levette ezt a mit tudom, ilyen szemvédő plexilapot, ami így külön leszedhető volt a sisakján, és ott ezt a zöldes dzsuvát, tehát a rákenődött bogarakat mosogatta le. Úgyhogy ezek, ezek ilyen apróságok, amiket azt hiszem, hogy ettől lesz életszagú, tehát maga az élet is, nem steril, meg nem, hogy mondjam, ilyen idegen vagy, vagy sematikus, és ettől lesz nyilván az irodalom is, az ilyen apró megfigyelések, azok nagyon sokat segítenek. Most nem, nem mondom a címét, belekeztem egy könyvbe, ami hát egyébként nagyon nemes, szép cél vezérelte, és Jeruzsálemről volt szó, én most éppen Jeruzsálemben lennék, ha nem itt lennék, és hogyha a repülőjáratot nem ö, törölték volna, és ha nem lenne karantén, és ha, és ha. És ugye maga ez vonzott ebben, hogy na, hát ez egy élet súgta történet Jeruzsálemről, hadd lássuk. Csak hát annyira gyengén van megírva, hogy valami rémes, egy amerikai szerző, aki brrrr. És pont hát ezek, a, ezek az apró ö, életszagú részletek hiányoznak belőle, mint amikor mondjuk egy ilyen amerikai filmben valaki attól lesz szerelő, hogy így ide van neki maszatolva valami. Tehát, hogy látszik, hogy életében egy ilyen jósvádájú színész, életében még nem látott csapot alulról, felülről, meg igazából a szerelés az rohadtul nem érdekli az egész filmes távot sem. Csak hát ide kell egy olyan panel, bejön a szerelő, és akkor valami történik, úgyhogy akkor legyen szerelő, mondjuk. De nincs, tehát maga, maga nem hozza lázba ez a történet. Az se, aki a filmet csinálta, meg az se, aki a történetet elképzelte, és a színész meg egyáltalán nem. Na mondjuk ezek nem azok a típusú szerepek, amelyekhez, jaj, azt nem tudom, hogyha, hogy az is ilyen vicc, hogy már 20 kilót híztam egy szerep kedvére, amikor rájöttem, hogy nem is vagyok színész. Úgyhogy ez előfordulhat bennünk, velünk ezekben a mozgáshiányos időkben. Na most olyan szövegeket szeretnék olvasni. Az egyik az annyiban büszkeségem, hogy bekerültem egy női antológiába az anyaságról. Hát ezt nem tudom, hogy persze, hogy hízelgő. Én hízelgésnek vettem, hogy egyetlen pasi lévén azért úgy nő, nőiesítettek, vagy kinézték belőle, majd tudok olyat írni, ami valami értelmes viszonyban is áll az anyasággal. És hát a következő szöveget alkottam. Így megpróbálva tényleg ebből az anya szempont, gyerek szemmel nézett anya szempontból átvilágítani magát a létezést. Csak egy anya csak egy van, néha egy sincs, amikor pölő elmegy otthonról, szagosan beillatozza magát, másik szemet fest a szemek és másik száját a szájára, és zizegős ruhában, meg kattogós cipőben rábízza a gyereket valami nő személyre, aki nem banya, de azért mégsem anya. Anya csak egy van, anyanyaka belebújásra, beleprüszkölésre, csikizős legyen, nevessen, összehúzóckodjon, jó, ne csinálja, én megcsinálom. Anya csak egy van, anya haja belekapaszkodásra, mint egy kötél, éjszaka se hújjak le a nagy büdös semmibe, amelyikről tudom, hogy az ágy alatt van, kitátja a fogakkal teli sötétséget. Egyszer leestem az ágyról, bekapott a mocsok, de nyitta az ajtó, bejött az anya, az az undok meg kiköpött a nyálával a bemelnek, bemenekült a nincsbe. Mondja kicsi, itt közben megérkezett valaki. Ó, itt van egy kis, egy kis jó ötség. Köszönöm szépen. <laughs> Na, szia. Szóval megjöttek a házik dolgok. Tehát, hogy egyszer leestem az ágyról, bekapott az a mocsok, de nyílt az ajtó, bejött anya, az az undok meg kiköpött, a nyálával szörtyögve belemenekült a nincsbe. Anya csak egy van, néha egy is sok mondja, és mondja, nem állszak fel oda leesek, és beütöm magam. És ő aztán nem tudja kiütni a beütést, vihet a doktorhoz, aki nem ijesztő, de állatkamintás ragasztóval beragaszt, kiszívja a véremet a vérszívóval, és belevilágít a torkomba, hogy kiugorjon onnan a sötétség. Ne kenjem szét az ételt, mert aztán takaríthat, beleragad a hajamba az oknimban, engem is csatakolhat, csutakolhat, betesz az autómosóba. Ne beszéljek így, azt se tudom, mit jelent, nem is tudom, de viccesen hangzik, de anya oda van tőle. Anyának fogalma nincs kitől, hallottam, de sejtés, és ahhoz azért lesz egy-két szava, ilyeneket tanítani az ő gyerekének, ő meg aztán szégyenkezhet anya csak egy van, én vagyok az ügyes kisfia, már ezt is meg tudom csinálni. Milyen ügyetlen vagyok, ezt se tudom megcsinálni. Már régen kellene Billyre ülnöm, régen kellene belebújnom a nadrágba a kesztyűbe, nem csak úgy csálén, meg féloldalasan, meg úgy, hogy a nadrág nélkülem lobogjon a kesztyű helyettem integessen. Anya csak egy van, ne el az avarban hisztisen a három biciklimmel, amivel el se lehet dőlni annyira stabil, de én bemutatom, hogy mégis el tudok vele dőlni, eldőlök és feldőlök, mint egy ház, amelyiket lebontanak anya csak egy van, nem szabadna ezt csinálni a zica csupa ríkatós verseket mondatnak velünk a napján, a zanyának a napján, hogy orgon ága, baratva virága, az én rága édesanyám, az istenél ezt nem lehet bírni, nem hozott elég zsebkendőt, bűg, mint egy vadmajom, mint egy masina, nem tudja kibírni, hogy én vagyok neki, ő van nekem, az óvó meg ezzel élnek pont visszafele. Na hát... Szóval így zajlik ez az anyari ikatás, kötelező anyari ikatás. Igen, volt már, hogy óvónénik, tanítónénik kérték, hogy lehetne valami, vagy éppen szülők, hogy hát lehetne valami kicsit más ilyen anyázós, izézős, ami nem pont erre a szörtyöktetésre megy rá, hanem egy kicsit olyan nem steril, életszagú, mutat valamit a valóságról, és akkor én összehoztam egy pár olyat, illetve volt már, megcsináltam, meg jövet menet, azért előfordultak felkérések is, meg hát maga a téma az nem rossz téma, csak hát megfogni valahogy mindig ez a, mindig a hogyan a kérdés, mert hát alapvetően a író emberek nagy százaléka az nem akar rosszat, remélhetőleg nem is csinál rosszat, de néha mégis olyan gatyásra sikeredik valami. Hát ennek is megvannak a trükkjei, az az igazság, mert ö, egy picit ö, apanapi vers, igen, hát azt most nem fogom tudni előkotorászni. Az az igazság, hogy az irodalommal egy kicsit e hadilábon állunk, hogy még a szakmában is sokan felháborodnak, hogyha azt mondja az ember, hogy képzés. Szakmai képzés. Pedig minden szakmának sajnos olyan a presztízse, amilyen a képzése. Az irodalomnak gyakorlatilag semmiféle képzése nincsen hivatalosan. Nincs irodalmi szakközépiskola, már irodalom művelési szakközépiskola, holott van, uh, tudom én, képzőművészeti gimnázium, meg mindenféle színtanodákból, kicsi-nagy, közepes, és nincs egyetem. Tehát az az igazság, hogy hogy, hogy nincs írásművészeti egyetem. Mindenki azt hiszi, hogy a bölcsészkaron majd megtanul írni, de soha senki nem tanított senkit írni a bölcsészkaron, csak esetleg véletlenül, mint mi a Latort szemináriumon, ami műfordítás névre hallgatott, és akkor ő kupálgatta a dolgainkat, de hát szisztematikus képzés olyan, mint hogy mit tudom én, tehát ez olyasmi, mint hogyha mondjuk Latorral kimentünk volna kajakkenúzni kicsit a vízre. Hát ő iszonyú profi, ugye, ezt nem, 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 kell mondani, hogy Lator László fantasztikusan érti az irodalom minden csínya binyát, de mondjuk, hogyha csak úgy kimentünk volna vele, ő lett volna mint a világbajnok kaj, a Kenuzó, és szépen kimentünk volna úgy, úgy egy kicsit evezgetni, akkor hát az, az, az tök jó, meg, meg, meg valamit ad az egésznek a hangulatából. De hát azt ő se vállalhatta egyetlen egy ilyen szemináriumon, hogy minket aztán kigyúrt. Tehát aki nem gyúrta ki magát, az úgy maradt. És igazából, ó, valaki már ajánlatja a verse, versét, hogy szívesen, el, el szoktam olvasni, igen, sokaktól kapok verseket, és szokták kérdezni azt is, hogy tehetséges vagyok, és akkor arra szoktam mondani, hogy nem lehet így jósolgatni, hogy ki mennyire tehetség, és azt lehet megmondani, hogy hol tart éppenséggel. Tehát, hogy ö, nagyjából még körülbelül mennyit kell dolgozni. Azt szoktam mondani, hogy 10-15 évet belerak az ember, mindjárt kiderül, hogy tehetséges, de tényleg így van, hogy hát ez az a bizonyos 90-100 kg izom, amit fel kell gyúrni magamhoz ahhoz, hogy a kiderüljön, hogy 100 métert. Tulajdonképpen mennyi idő alatt tudom lefutni, mert hogyha így odaállok, akkor borítékolható, hogy nem valami jó a, a, az idő. Na, szóval. Szóval ennek is van. És az lenne az igazság, vagy az lenne a jó az igazság szerint, hogyha lenne egy normális felmenő rendszerű képzés, sőt a kreatív írás, tehát vannak is tanárok, akik gimnáziumban, általános iskolában már tanítják a gyerekeknek, ugyanúgy, ahogy nem tilos agyagozni tanulni, vagy nem tilos rajszakkörbe járni legalább valami olyasmi lenne, hogy a, a szavakkal nem, 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 csak a nagy lélek, nem csak a rágyújtok a lelkemre, és akkor lobog, meg a, hajamat befestem zöldre, és akkor már hangulatba jövök, meg iszom egy kis pálinkát titokban, és akkor már biztos, ha nem, akkor gyorsan elmegyek, és kapok vérbajt, az, az már biztos segít. Igazándiból ezek trükkök, húzni, vonni, cserélni, berélni, izé, herélni a szövegeket, minden módon foglalkozni, mert na, Jaj, elnyertem magam. Szóval nagyon sokszor, hogy is mondjam, találkozom például azzal, hogy valaki azt mondja, hogy de hát belőlem így jönnek a szavak, nem lehet ezeket megváltoztatni. Az a baj, ha nem, nem lehet megváltoztatni, ez amint, hogyha nekem ilyen a mozgásom, vagy, vagy én ennyi fekvőtám, azt tudok lenyomni, ennek, ezt nem lehet megváltoztatni. Mindent meg lehet változtatni, kérdés, hogy van-e elszántság hozzá és az irodalomról nem nagyon van elterjedve, hogy ezt, ezt is gyúrni kell. Éppen ezért nagyon örülök, hogy sikerült Molnár Krisztina Rita kolléganővel egy nem titkos versműhely című könyvet összeállítanunk, amely 10-től 16 éves srácok számára, de persze kicsit idősebbeknek sem tilos, vagy kicsit fiatalabbak is élvezhetik, hogyha olyan jó, jó írástudó gyakorlatuk van már. 40 valahány gyakorlat az írás rejtelmeiből, úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom, hogyha van ilyenkorú korú, ilyen korú ember a közelben. Na szóval, jöjjön akkor egy kis, hát most nem, nem mondom, hogy arról egy rövid írás, hogy miért tartunk itt, ahol tartunk, de hogy a, ja igen, könyök hajlatba igen, össze-vissza köhét cselekítem, befertőzöm az egész az összes füzetemet, és aztán akkor jönnek majd a maszkos emberek. Szóval azt mondja, hogy ó, ne, szóval, hogy az, az, hogy meg, megmondani, hogy miért, miért megy errefele a világ, fele megy, vagy hogy magunk csináljuk-e magunknak a járványokat, meg a sok bonyolultságot, meg a fölöslegességet, meg a fogyasztói őrületet, ö, azt nem tudom, de hogy vannak ilyen, ö, vannak ilyen nagyon ö, furcsaságok. Szagmérnök. Megint szemben ült le velem a menzán. Nem tudom, hogy csinálja, nem is érdekel, szimpatikus arca van, csak ne tolná a képembe, amíg eszem. Mintha a vécén drukkolna nekem, hogy milyen színű és formájú lesz a végtermék. Az evés magányos küzdelem másra nem tartozik. Ma sem talál csevegős kedvemben, azért megszólított kivéthetetlenül. A ravioli bekötött a torkomba, mint a habarcs, seki sebe. Próbáltam mosolyogni, olyan önfeletre sikeredett, mintha szikével hasították volna fültől fülig a szájam. Bemutatkozott, nem baj, ha éppen nem tudom megszorítani a kezét villátartó kezemmel. Bence a neve, nem találom ki, mivel foglalkozik. Nem, de nem is akarom. Se baj, elmondja szagmérnök, kérlek szépen. Az a dolga, hogy aki beül vadí új minőségi autójába, és beszippantja a bőrülések, a friss fém, a hűvös műanyag illatkeverékét, az minél tovább élvezhesse a semmihez sem hasonlítható illatkoktélt, hiszen kifizette, megérdemli, joga van hozzá, kémikusok bontják elemekre, pszichológusok elemzik az új autó aromát s kutatják annak szintetikus előállíthatóságát. Végül kikeverik az esszenciát, melyel mesterien átitatják a kárpitokat, a padlószőnyegeket, bekenik a műanyag felületeket a plafont. Kérdésére kelletlenül motyogtam valamit arról, hogy rendkívül összetett munka az általunk gyártott gépkocsi karakter vonalainak megtervezése is, hiszen ezen múlik, milyen tükröződésben villódzik a jármű oldalán a rivierai naplemente, meg az út közepén futó szaggatott vonal a gyalogosok és az ódon épületek tükörképe, az őszi avarzsongás és a téle gyöntető fehérsége nem mindegy, mennyire zöggenőmentesen fut végig a kontúr az ajtóillesztéseken, milyen sajátos az összes többi dizájntól elütő formával vonja magára a tekintetet. És akkor még nem is beszéltünk a sárhányok kiöblösödéséről, vagy a motorháztetők domborzatáról. Közel hajolt hozzám, és rizottós szájjal suttogta képembe, nem tudja, hallottam e de Kabai úgy lett öngyilkos a múlt héten, hogy a csarnokba lopózott, és magára húzta a töréstesztre bekészített próbababa öltözetét, még állarcot is csinált magának, úszott a vérben az egész kocsi, mondja átható tekintettel, majd beszippantja a kóbor, rizs meg borsó szemeket. Hát szóval igen, szép, szép világ ez a fogyasztói társadalom. Én például el tudtam volna képzelni, hogy valaki rálép egyszer csak a fékre, mert ugyan mindenféle ilyen negatív jóslatok, meg minden hasonlók ellenére nem történt semmi, és akkor valaki azt mondja, hogy gyerekek, én vagyok a világ agytrözt, az ensz vagy az anyám kínja, mit tudom én, több autót nem gyártunk. Jó, futószalagok megállnak, elfurikázunk azokkal, amik vannak, után gyártunk alkatrészt, megjavítgatjuk őket, jó értem én, akkor is embereket bocsátanak el, stb. Na, de most, hogy így sikerült előállítanunk egy ilyen jó kis kobor vírust, most is embereket bocsátanak el, sőt ágazatok omlanak be. De hát nem, nem történt ilyen radikális lépés, hanem hanem hát, mit tudom én, gimnazista diákok uh, sipákoltak, hogy ja, Istenem, tönkre megy a föld, ami tök jó egyébként, meg tökre sajnálom őket is, meg stb. 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 meg magamat is tökre sajnálom, meg a földet, aztán még tökebbre sajnálom csak igazából ilyen, ezzel valahogy nem tudjuk szerintem felfogni, hogy ilyen marketing megoldásokkal nem megyünk sokra. Tehát egy kicsit megdizájnoljuk a kakát, attól a kaka még kaka marad. Csak dizájnos kaka lesz belőle. Na jó, van, nem dühöngök, nem dühöngök. És szagmérnök igenis van. Tehát ezt élő embertől hallottam, aki ő maga ebben a karaktervonal tervezésben dolgozott. Én is csak azóta, amióta ő ezt mondta, azóta figyelem az autókon, mert hát ebből látszik, hogy mekkora autóbolond vagyok, hát sem ekkora. Persze vannak, tehát jól néznek ki ezek az autók, de igazából nem is tudom irigyelni. Csak, csak jó, mint egy, mit tudom én, tehát nem, nem vágyom arra, hogy vangók festmény legyen a falamon, de hát attól, attól függetlenül marha jól néz ki ez a van Gog, és elmegyek a múzeumban, és megnézem, és az autóval is így vagyok, de hát azóta, amióta mondta ez a srác, tényleg az van, hogy hát nem ezek az ilyen egybe-kasznik vannak, ilyen legömbölyített, meg áramvonal, meg nem, hanem hogy így, így még be vannak így lapítva, meg kiképezve a felületek, meg ilyen na, -a művészi az egész, hogy és aztán akkor lehet jól filmezni ezekben a jó kis reklámokban ez, valóban ezeket a tükröződéseket, amitől olyan zseniálisan újszerű lesz az autó. Na jó van, hát akkor jöjjön egy kis ilyen ügyintézős dolog. Ügyintézős, az mindig lesz, volt, és így tovább. Hát hogy ez most miféle ügyintézés, az a címe a szövegnek, hogy hol biztos ügyintézés. Picit ilyen, nem is mondom, hogy cifiszerű, de disztópia szerű történet. Én nagyon szeretem ezt a... A disztópia-szerű uh, mismást, nevezetesen, hogy uh, picit megtoldom a, a, a mai valóságot. Tehát nem megyek el egészen a sci de elmegyek addig, hogy egy, mit tudom, hogy, egy, hogy egy különösen, hogy is mondjam, uh, radikálisan berendezett világ, és a mai, maihoz hasonló, de attól mégis előtő, Diktatúra szerű uh, rendszerben találja magát az ember, és akkor hogyan működik? Ugyanaz az ember, aki be van rendezkedve egy viszonylagos szabadságra, mondjuk így. Hol biztos ügyintézés? Kérem a következőt: 9622-es sorszám, mondom, 9622-es, alszik vagy a fülén ül, vagy a fülén ülve alszik. Lesz szíves felszedni akkor a fülét, ami ül és alszik, zsebre dugni és ide fáradni az üvegablakhoz. Ne hagyjanak itt levált füleket, kiesett üvegszemeket, kipakolt szilikonbetétet, kiköpött rágot, kivert fogsort, lecsatolt végtak protézist. A takarítók is emberek, ne kelljen már kihányniuk a belüket. Jó, hogy szokva vannak, de ez azért kiakasztó. Mégis, mit gondolnak, hol vagyunk? Na, jól sejtem, hogy mit gondolnak, hol vagyunk, a halálnak az ő retkes farkán, de akkor is szíveskedjenek összekapni magukat és ide fáradni ügyintézésre. Nem én téptem sorszámot, ha rajtam volna, már itt se lennék. Anyukámnak nem váltottam ki a gyógyszereit, pedig cukros. A kiskert nincsen felkapálva, a gyerekei méhán halnak, volna mit csinálnom, higgy el! Mozogjanak, mintha élnének felőlem, jöhetnek tetszőleges sorrendbe, de hadd ne én döntsem már el. Azért van az a nyavajás automata, hogy az emberi faktort kiszűrjük, mert ezt a típusú vércsaptot ezt már jól ismerjük. Értem előbb, az a fiatal asszonya olyan, ne az ugyan a szemembe, hát minek néz engem. Az úr volt itt először, aztán az a jó nevelt kis fruska utána én és maga azt csak, csak aztán tolta be ide a két tonnás valagát. Csak mert a fal mellett álltam és nem zabáltam csámcsogva rántott húsos szendvicsemet, csak mert én világéletemben egy diszkrét ember voltam, attól még pont én voltam itt előbb. Álljon a sor végére és duguljon -e, mert ha nem, hát lehegeztem a száját, de végleg. Ah. szóval az ilyesmiből van elegünk. Nálunk mindenki a sor végére igyekszik állni, de hiába. Van, aki meglép, mintha itt se lett volna, aztán ó, óbégathatom én a számát. Pedig ezt az ügyintézést nem lehet megúszni, és elodázni sem. 9622-es harmadszor. Na végre már azt hittem, befürdök magával. Ellenőrizzen a nyomtatványon minden adatot, azzal ne törődjön, az csak egy szám indiferens. A lánya kérte a hanvasztást, én saját hatáskörben erről nem dönthetek. Ne kezdjünk el vitatkozni, áll a sor maga mögött. Nagyon szép hamvasztásokat láttam már, esküszöm. Igen, itt írja alá, köszönöm, fiúk, gyertek, úgy, és most szépen egy, kettő, három. Tessék szíves lenni, elhalálozni. Na hát tényleg a halálnak az ügyintézői farán jártunk. És hát nyilván nem így megy. De, de, hogyha megnézzük, vagy, vagy hogyha akinek volt már kedves halottja, az tudja, hogy, hogy milyen hátborzongató dolog voltak éppen a halál administratív arcával találkozni, amikor, tehát a halálban is egyfajta darabáru lesz az emberből, nincs mese, és nem is gondolom, hogy szóval önmagában talán ez nem is embertelen, meg nyilván annak, aki ö, ott dolgozik, hát ügy, ügy darab, ügy darab, és mondjuk például a sírások bitan kemény munkát szoktak végezni. Hát, még, 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 tudom én, nem tudom, nyáron, tavasszal, stb. hagyján, hagyján, bár nyáron is rendesen tud sütni a nap, de mondjuk tél, télben ugye el se tudom képzelni, hogy mivel uh, ássák ki, voltam mínusz 10 fokban temetésen, tehát már fogalmam sincs, hogy mi. Sőt, egyébként hát egy szomorú uh, történet, hogy magam is temettem már fagyban, és az nagyon durva volt, igaz, hogy csak a kutyánkat, de hát aki még, vagy ami, ami még ben, ben heverészet szegénykém, csak már utom volt az orvos, hogy elaltassa, nem, nem látszott, hogy, 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 hogy úgy bármi javulás beállhatna az állapotában, két hónapig hordtuk ki, maga tehetetlen volt, hordtuk ki már, mint a dolgára, nagyon rendes volt, már a lakásban nem piszkolt, és hát nagyon durva volt, hogy meg kellett neki ásni a gödröt, és akkor is volt, hogy mínusz 5 fok. Csákányjal ástam, és persze így, így a képen beköpte a, a, ezt a fagyos földet a csákány. És hallgattam közben Bartók rádiót, és éppen akkor volt a Veronai buszba esett, és ennek emlékére már gyázd, gyerekgyászdalokat sugároztak. Úgyhogy igazán meg volt alapozva a halálos hangulat. Hát most jöjjön egy olyan szöveg utoljára ami ö, meg az a címe, hogy újra keletkezés. Ez egy iskolai történet, és egy picit arról szól, hogy milyen szinten tudjuk besütni, vagy behegeszteni egymást mindenféle, hogy is mondjam, skatujákba, vagy, vagy, hogy mennyire lehetséges kitörni egy ilyen helyzetből. Volt egyik lányunk ö, utolsó évre, tehát 12-re, váltott iskolát, mert úgy érezte, hogy hiába erőlködik, és tényleg nagyon sokat javította a jegyein, de hogy ugyanoda volt elkönyvelve, ugyanarra a polcra bármit csinált, és akkor átment egy másik suliba, és egy sokkal, hogy mondjam, felszabadultabban tudott érettségizni. Na hát ez a mostani érettségi, ez lesz majd egy... Nekünk is nevezetes volt az érettségünk, mert mi, voltak azok, mi voltunk azok, akik az átlátszó borítékról híresültünk el, nekünk ráadásul otthon nem, tehát az, az volt, hogy a, valahogy kiszivárgott a, a művelődési minisztériumból, hogy melyek voltak például a matek könyvből melyik tételeket lehetett aztán húzni. Nem tudom, hogy a többit is tudtuk, de, de a matek volt a nagy botrány, és ráadásul nekem nem volt telefonunk otthon, tehát hogy én végigcsináltam az összes 400 gyakorlatot az egész nyomorult matek tankönyv, vagy matek példatárból, és aztán kimentem, és tök véletlenül felhívtam valakit a sarki telefonfülkébe, és mondta, hogy jó, matek a foglalkozó, hát a nem kell, mert ez és ez és ez a négy feladat lesz. Úgyhogy, na jó, de biztos attól számolok, ilyen iszonyú jól, aki is már azt tudja, hogy ez nem igaz, hogy akkor én megcsináltam a matekot, és nem csak azt a négyet, és ráadásul így kettes lettem matekból, mert már rohadtul nem foglalkoztam vele az utolsó éven és, és akkor bekerült az évvégi jegyem, mert mindenki megkapta az évvégi jegyét, úgyhogy érdemes volt bicikliznem ezzel a matekkal. Na jó, de nem a matek most, hanem úgy egyáltalán az iskola, meg az iskolának a lélek nemesítő és nyomorító hatása. Újra keletkezés. A tanár megsemmisítő pillantást vetett rá, mert ő már tegnap is tudta, a múlt héten is tudta, fél év óta tudta, sőt éveleje óta tudta, Sanyika születése, vagy már fogantatása óta tudta, sőt, a világ teremtése óta tudta, hogy nem fog sikerülni, hogy ezt bebukja. Hogy fingja se lesz a veszfáliai békéről, melyről pedig még a hülye is tudja, mikor volt, hogy ért véget, milyen feltételekkel köttetett, és a többi. Sanyika meg annyira senki volt, hogy ő még ez a hülyese volt, aki mindent tud a veszfáliai békéről. Sanyika megsemmisült, úgy erkölcsi, mint lelki tekintetben nyilvánvalóvá vált, hogy ő nem csak most senki, sőt senki se, hanem soha nem lesz senki, nem osztanak neki lapot, nem kap több esélyt. Ez volt az utolsó, és ő eljátszotta. Nem lesz új mobil karácsonyra, mert az apja megmondta, világítós talpú mert a nagyapja ugyan megvenné, de az apja a nagyapjának is megmondta, hogy meg ne próbálja. Ezért abban a pillanatban, ahogy Sanika behunyta a szemét, a világ hatalmas robajjal összeomlott, az Eiffel torony földre konyulva morzsolt a fémtestébe a bámészkodókat, az Aya Sofia lezuhanó összelapított hívőket és hitetleneket egyaránt, a gletcserek a hajókra omlottak, az Etna minden a levegőbe repült, és sziklákkal terítette be a környéket, a Golden Gate meg összecsattant, mint két tapsoló tenyér, és a rajta járó bogárkákat pp maszatolva süllyed a mélybe. A világ újra keletkezése pedig arra a pillanatra tehető, amikor Sanyika elsötétető tutatát egy fényes nyíl ütötte át, a korom fekete harang szétpattant körülötte, ő felugrott ültéből, üvölteni kezdett, és újra látott megint, újra érezte maga körül a világot, abból is leginkább a körző hegyét melyet a tréfás kedvű Miki pont akkor tartott alá, amikor ő lehúnyt szemmel, megsemmisülten lerogyott a helyére. Úgyhogy szegény embert, vagy szegény gyereket még az ág is húzza. Nem elég, hogy nem számít senkinek, sőt senkinek sem. Hát még a hanyatlása is újraélesztéssel végződik. Mint van az a vicc, nem tudom, hogy ismeritek-e, amikor Szent Péter, hallja a csöngetnek, és hogy kinéz, és nem állott senki. Hát, becsukja. Megint csöngetnek, kinéz, nem állott senki. Hát most már nagyon gyanús neki, és nagy, igyekszik nagyon résen lenni. Csöngetnek, Abba a pillanatban kiugrik, ott meglát egy pasast, aki, aki már menne is vissza lefelé, elkapja a gallériát, hogy maga mit szórakozik itt felünk. Szóval, én jönnék, atyám, csak ezek a hülye orvosok mindig újra élesztenek. Na jó. Hát ez ilyen kis morbid viccecske. És most aztán különösen hálásak lehetünk az orvosoknak, akik emberfeletti munkákat végeznek. Rengeteg ilyen beszámolót olvastam a neten. Nyilván nem ezzel mérgezem azért magamat, mert mindenkinek legyen elég a saját baja, de nem árt tudni, hogy mi folyik a világban. Itt is van köztünk, aki ö, ugye Olaszországban él, és látja közelebbről a, a borzalmakat is. Meg hát persze az olaszok híresek erről az életstílusról, amiről mindenféle Gangos, erkélyes, bulizós őrületekről, amelyekkel nyilván azt a szorongást oldják, ami hát így a vulkánkráter közelében biztos, hogy sokkal jobban tapintható, és nekünk inkább a, a hiányok, meg a negatívumok jutnak abban a tekintetben, hogy, hogy bezártság, bezártsági pánik, mit csináljunk, mit ne csináljunk, mikor lesz vége, mikor nem lesz vége, nem lesz nyáron fesztivál, de lesz-e ősszel iskola, és hasonló. Úgyhogy ne veszítsétek el a csüggedéseteket, ahogy, ahogy a Poén mondja. Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra, és találkozunk holnap is délben, meg holnap is este 6 órakor. Legyen veletek addig is az irodalom.